meteorológia után ismét a stúdióból egy hallgatói témával. Úgy fogalmaztunk a bevezetőben, hogy a hallgatói önkormányzatok a hallgatókért hétfőn, kedden, szerdán színes, gazdag, változatos program Nagy Élet indul a főiskolán. Az FN Udvarbál filmszemle, hogy címszavakban mondjam. A téma stúdió vendége pedig Ringer Csaba, a főiskolai hallgatói önkormányzat általános elnök helyettese. Csaba, tulajdonképpen milyen rangja, múltja van ennek a rendezvénynek? Miről van szó az FN kapcsán? Az FN az gyakorlatilag most először kerül így ilyen név megrendezésre. Megpróbáltunk integrálni három nagyobb rendezvényt, hogy végre legyen egy főiskolás napok rendezvénysorozata Líceumban, illetve az Esterházy Károly Főiskolán. Ennek markáns programja ugye a keddi Líceumi Udvarbál, amely most ötödik alkalommal kerül majd megrendezésre a Líceum udvarán, de természetesen a szakkollégium programja, a tavaszi művészeti találkozó is. Ha jól emlékszem, olyan hatodik-hetedik alkalom, ami most lesz. Miről van szó tulajdonképpen? Egy nagy hallgatói buliról, vagy arról van szó, hogy megmutassuk a különböző igényeinket is, vannak rétegek is, vannak kisebb csoportok is, vagy akarunk egy nagy tavaszköszöntőt, egy fél évzáró buli sorozatot? Mi az igazi mozgatója ennek? Igazság szerint a hagyományteremtés és az, hogy legyen egy olyan háromnapos rendezvénysorozat, ahol minden hallgató megkaphatja azokat a kulturális, szórakoztató rendezvényeket, amelyekre szerintünk vágyik. Most lehet, hogy nyilván tehát minden területet nem tudunk lefedni, de semmiképpen nem az a cél, hogy na így most szorgalmi időszak vége felé csináljunk egy hatalmas bulit, hanem inkább ez a tavasz köszöntés, hogy egy háromnapos sorozat, amikor az egri hallgató úgy érezheti, hogy igazán ő ide tartozik, és ez a város, ez a főiskola az, amely mindenképpen hívogatja és visszavárja mindig. Mondjunk egy-két példát csak úgy példaként, hogy milyen réteg igényekről szól ez a sorozat. Minden réteget megpróbáltunk kielégíteni, tehát ugyanúgy a tudományos előadásoktól, a kulturális, tehát a közönség beszélgetéseken át, filmvetítések, filmfesztivál, szórakoztató programok, ugye koncertek, minden megtalálható a palettán, tehát nagyon színes. Ez egy izgalmas dolog, most egy fél szóval elintéztük, hogy filmfesztivál, de azért egy kicsit több van mögötte. Egy filmszemléről van szó. Egy filmszemle, igen, most először kerül megrendezésre, ugye ez a friss rendezvény a három nap alatt. Az első főiskolai filmfesztivál, ahol a főiskolás hallgatók által elkészített filmek kerülnek bemutatásra, nyilván lehetett nevezni ezeket a filmeket. Körülbelül olyan másfél hónappal ezelőtt került kiírásra pályázat, és a mai napig 9 film érkezett be, és hát érdekes lesz. Én már láttam a filmeket, úgyhogy beletekintettem nyilván, és jó lesz, mindenképpen ígéretesnek mutatkozik egy 2 órás rendezvény. És hát gyakorlatilag tovább működik a filmklub is, mert az is egy izgalmas dolog, hogy legalábbis az én információim, érzékelésem szerint kezd gyökeret verni ez a hallgatói filmklub a hallgatói klubban. Igen. Hát támogatandó mindenképpen ez a terület, hiszen nagyon sok értéket közvetít, és ezt is célozza meg ugye a filmfesztivál, hogy olyan nyereményeket, olyan díjakat tűztünk ki, amelyek igazából pályázati jutalmak. Tehát egy újabb film elkészítéséhez segítenek, és ugye itt a kulturális programigazgatónk is felajánlott egy díjat, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen közös rendezvény már most a szakkollégiummal. Azért a hangsúly azért mindig mégiscsak az együtteseken van, az esti zárásokon. Milyen együtteseket sikerült megszerezni erre a három napra? Most igazániból a hétfői nap az nem is annyira a nagy híres együtteseké, hanem inkább azt mondanám, hogy egy kicsit ilyen klubos jelleggel ugye lesz Tankovics Ádám és zenekarának fellépése itt a Pince Klubban, az A-épületben, illetve Szulák Andrával egy közönségbeszélgetés, majd Fekete Jenő búztriója ad szerintünk egy fergeteges koncertet majd, úgyhogy hát várjuk a hétfői napot, és kedden lesznek a markánsabb zenekarok. Kicsit populárisra sikeredett idén,
de a fő cél az volt, hogy azért megtaláljuk azokat a határokat, amiket a hallgatók is még elfogadnak, és így a Back to Black zenekart, illetve a Republic zenekart várjuk ide a Líceum udvarára 7:30-ra és 10:00-ra. Mit emel neki még a három nap gazdag kínálatából? Mit tart ön a legfontosabbnak, hogy a hallgatóknak átadhassa, vagy a hallgatóknak kínálhassa? Én azt mondanám, hogy egy annyira komplex rendezvénysorozat, hogy nincs igazából egy olyan program, ami úgy kiemelkedne szerintem. Mindegyikre szükség van, és remélem, hogy most először ugye kerül megrendezésre, és a következő évre ez még inkább továbbfejlődik, és még több lehetőség nyílik majd a hallgatóknak arra, hogy látogathassák a különböző rendezvényeket, és hát várjuk mindig az ötleteket, a segítséget, úgyhogy teljesen nyitottak vagyunk minden javaslatra. Kicsit ez most ilyen mondom, tehát hagyományteremtő szándékkal. Legyen ez az első, és akkor a következőt szerkesszük együtt. Elnök helyettes úr, kívánunk sok sikert ehhez a hagyományteremtéshez, és hogy minél több hallgató érezhesse jó magát a saját ízlése szerint, hiszen valóban változatos a kínálat. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és közreadhattuk ezeket az információkat. Hölgyeim és uraim, ez volt az Arról van szó, a Liceum Televízió heti aktuális műsora. Megtisztelő figyelmüket a műsorban közreműködő kollégák nevében is köszönöm. Maradjanak velünk, nézzék a Liceum Televízió csatornáját, találkozunk minden nap ezen a hullámhosszon.